Sziasztok, én Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos estét szeretnék kívánni. Kettő nap alatt kettő horror videó, sőt várjatok csak, nem is, hanem három nap alatt három horror videó, ugyanis a gameplay csatornámon is játszottunk egy horror játékkal. Na ez a nem mindegy, na de a most következő videónkban egy igaz történet alapján készült horror animációt hoztam el nektek, és ha ez egész nem lenne még eléggé para, ráadásul ez egy motelban is fog játszódni. Nem tudom, hogy miért, de számomra a motelok alapból parák. Egyébként most jelenleg fut egy hatalmas nagy eredményjáték, amely keretein belül megnyerhetitek az Among Us-es hüttőmet, méghozzá tele Among Us-rel. Lesz egyébként második, illetve harmadik helyezet is. Na de, hogy mégis hogyan tudsz jelentkezni erre a nyereményjátékra, nincsen más dolga, csupán felmenned Instagramra, és rákeresned az Among Us-nek a hivatalos Instagram oldalára, ahol beköveted őket, és a legfrissebb bejegyzésük alá pedig oda kommenteled, hogy Among Us, merre vagy? Egyébként az a probléma, hogy én nem indulhatok a nyereményjátékon, pedig baromira indulnék, és értitek, olyan szomorú, hogy ez a hűtő már nem lesz itt velem sokáig. Hiányozni fogsz. És most, aki megnyeri majd a hűtőmet, az bizony elmondhatja, hogy Elek Robi simogatta a hűtőjét. Na de akkor szerintem kezdjünk is bele ebbe a videóba. Ez az egész már vagy 10 éve történt. És még mindig emlékszik rá? Ajjaj, hát akkor mégis milyen para dolog történetett vele? A 20-as évei elején volt, amikor bizony elutazott a barátnőjével, arra már nem emlékszik, hogy mégis hány napra mentek, de arra igen, hogy az első napjuk bizony nagyon, de nagyon emlékezetes. Mégis mit láttatok? Ne csináljátok ezt velem! The sun was going down already. A nap már lement, so we decided to stay at a motel near the terminal as soon as we got off. Baromira fáradtak voltak, ezért arra a döntésre jutottak, hogy a buszpálya udvarhoz egy közeli motelban megszállnak. Gondolom, hogy nagyon, de nagyon későn értek már oda, de nézzük ennek az egésznek a jó oldalát. Mivel közel van ez a motel a buszpályaudvarhoz, így csak nem lehet annyira a világ végén. Aztán ki tudja, mondja is, hogy nagyon, de nagyon jól érezték magukat. Nagyon, de nagyon mélyen elaludt. És hirtelen pedig az éjszaka kellős közepén kinyíltak a szemei és felkelt. Ami számára azért is volt furcsa, ugyanis komolyan, nagyon mély alvó, és sohasem szokott, csak úgy random felkelni. Míg az ébresztőre se szinte. Ki kell őt kb. Rángatni az ágyból. Az ágyból... Ne csináld! Miért? Szinte még csak most indult az egész sztori, és már most ilyenek vannak? Az ágyból félig nyitott szemmel nézi a barátnőjét, ahogy kimegy a mosdóba, erre pedig lát a barátnője mögött egy sötét árnyat, aki követi a barátnőjét. És mondja, hogy teljesen biztos benne, hogy az bizony, nem a barátnőjének az árnyéka volt, hanem ott volt egy sötét árny, aminek bizony voltak kezei, voltak lábai, meg feje is. No eyes, no nose, no mouth. But it was just like a human being. De nem voltak szemei, sem orra, sem szája, de ezektől függetlenül egy az egyben úgy nézett ki, mint egy ember. És tudjátok, ez az egész után megnézte szépen a motelnak az értékeléseit, és rengeteg ember hasonló dolgokkal szembesült ott.
mennyire para lenne már? Hátborzongató, hogy ilyenek történhetnek. Egyből kiugrott az ágyából, és befutott a fürdőbe, ahova ugye a barátnője bement, és ahova követte őt az a sötét árny. Nem tetszik, és nem túl barátságos az egész. Megpróbált bemenni a fürdőbe, de az ajtó zárva volt. Tudja, hogy csak a barátnőd fogat mosott, vagy valami. És azért zárta be az ajtót. Ne gondoljunk már egyben a legrosszabbra. Csak életben van még, nem? I heard a middle-aged man laughing inside. Ne csináld! I remember clearly because I wasn't drunk. Egy középkorú férfinak a nevetését hallotta a fürdőből. Tisztán emlékszik erre az egészre. I was already awake, certainly. Turning the locked door handle, I shouted my girlfriend's name. Babe, open the door. But no. És most már teljesen felébredt, próbálta feltörni a zárat és kiabálta a barátnőjének a nevét. De egyszerűen nem sikerült. Arra pedig nem emlékszik, hogy a következő jelenet vajon álom volt-e, és így az évek alatt hozzáálmodta a kis sztoriához. Vagy pedig megtörtént, de vállal. Beütötte az ajtót, és sikeresen be tudott menni, de a barátnője nem volt ott, és üres volt a fürdő. Kérlek szépen, mondjátok azt, hogy a barátnője még életben van. I thought for a long time about what happened and came back to bed in order to get back my senses. I almost fainted when I saw it. Mit csinálsz? Ha mégis ki van ott? Na nem azért. Ment vissza az ágyhoz, és teljesen lesokkolódott. My girlfriend was standing on the bed, smiling fiercely at me. I've been dating her for almost 2 years. Ugyanis. A barátnője ott volt az ágyon, és eléggé furcsán viselkedett. És mosolygott rá. Már 2 éve ismeri, és ehhez hasonlót még sohasem tapasztalt. Biztos vagyok benne, hogy az az árny, amit látott, az valamilyen démon vagy szellemféleség lehetett, aki bizony megszállta a barátnőjét. Most már csak az a kérdés, hogy teljesen megszállta-e, vagy csak arra rövid időre, ameddig ott tartózkodnak. Hát reménykedjünk benne, hogy a második. But I've never seen that creepy smile before. I don't remember exactly whether she opened her eyes or not. Jaj, miért nevetek ezen? Csóri csám, és gondoljatok bele, hogy ez vele kajak megtörtént. És ez az animációs arckifejezés egyszerűen mindent elmond, mondja, hogy egyszerűen sohasem látta a barátnőjét még ilyen félelmetesen mosolyogni. I just grabbed her by the shoulder and shook her. Elkezdtem őt rázni. I couldn't fall asleep that day. Utána pedig bizony a barátnője elaludt. A csávó pedig nem tudott aludni a barátnője mellett ezek után. Hát valljuk be, én ezt teljesen meg tudom érteni. Mégis mik játszódhattak le a fejében akkor? Barom jól szórakozok én amúgy ezen a történeten. Hát rendes, olyan szinte, mintha egy vígjáték lenne, annak ellenére, hogy azért para, nem is kicsit. Tuti, hogy a nője nem fog emlékezni semmire. És azt fogja hinni, hogy a pali csupán viccel, és kitalálja ezeket. A történtek után pedig minél hamarabb leléptek onnan, és milyen jól tettétek. Mi lett volna akkor, hogyha még több éjszakát ott töltötök? Lehetséges, hogy ez minden éjszaka megismétlődött volna. De hogyha ilyenek történnek ott, én szívesen elmennék, már nem azért. De kíváncsi vagyok. I didn't say anything. Hogy ezek után mégis történtek-e velük furcsaságok, és hogy az a démon rajtuk ragadt-e vagy valami. De meg is kérdezte a barátnőjét, hogy emlékszik-e valamire a
tegnap estéből. De a csajszi nem emlékszik semmire. You were either because I thought she'd be scared if I told her about it. És ezt az egészet nem is mondta el a barátnőjének, ugyanis nem akarta őt megijeszteni. Ez az ő története. De most 10 évvel később rákeresett erre a motelre, ahol megszálltak. Ne csináljátok ezt velem! És rengeteg öngyilkosság, illetve gyilkosság kapcsolódik oda. Szóval akkor valami mégis van ott, és az egész nem csupán véletlen. Hát, mégsem mennék én el oda. But I'm sure that the place is, right after reading several reviews of the accommodation. És a véleményeknél rengetegen írják, hogy ez a motel bizony elátkozott. Démonok vannak ott, szellemek vannak ott, és mindenkivel furcsaságok történtek ott. People don't believe in psychic phenomena. But after that day, I stopped going to the motel again. Mondja, hogy az ilyenekben még mindig nem hisz, de ezek után ő már soha, de soha nem ment oda-vissza. Hát eléggé komoly sztori volt ez, én rettentően élveztem, és baromira jó ez a csatorna, hogyha tetszett nektek, és szeretnétek még hasonló kis rövid animációs horror történeteket itt a csatornámon, akkor mindenféleképpen csapassatok erre a videóra egy hatalmas nagy lájkot, minden ott van lent a leírásban, a gameplay csatornámmal együtt, illetve a nyereményjátékkal. Na de én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb videóban, addig is, szevasztok!